Ő Morzsi, egy keresőkutya, aki a mohácsi pénzügyi őrök munkáját segíti. A nekünk tartott bemutatón pillanatok alatt megtalálta az elrejtett dohányt és cigarettát. Morzsit egy kutyavásáron szerezte be az adóhivatal. A Morzsi Hívó nevű kutyus áprilistól dolgozik a mohácsi határkirendeltségen, és ő is egy kutyavásár keretében került a hivatalhoz, és egy hosszú kiképzést követően tudott csak munkába állni. A NAV most is hirdet kutyavásárt. Olyan gazdáknak, kutyatartóknak vagy éppen menhelyeknek a jelentkezését várják, akiknek vélhetően megfelelő kutyusaik vannak a kereső feladathoz. Szeptember 1-ig lehet még jelentkezni a kutyavására a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ez azt jelenti, hogy elsősorban kistermetű kutyák gazdáinak a jelentkezését várják, tehát ilyen kutyusokra lenne szüksége a hivatalnak. 10 és 36 hónap közötti élettartam, teljesen kifogástalan egészségi állapot, minden dokumentum szükséges ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Például a kis termető kutyáknál feltétel az, hogy bírják a magasságot, mélységet, a zimbolygást, például a hajókon ugye ezekre a tulajdonságokra nagyon nagy szükség van. Irányítható legyen, illetve alkalmas minden olyan keresési feladatra, amit a pénzügyi őrök folytatnak, mondja a sajtóreferens. A pályázati anyag benyújtása után a hivatal jelzi a pályázónak, hogy megnézni azt a kutyát. Fölkerülnek Budapestre ezek a kutyák, ott egy előszűrésen vesznek részt, és a megfelelő kutyák közül választ a hivatal. És egy elég hosszú, több hónapos képzésen vesznek részt ezek a kutyák, a kutyak vezetőkkel együtt, tehát a leendő társukkal együtt, és utána állnak munkába. A kutyák lehetnek keverékek, nem feltétel, hogy fajta tiszta ebek legyenek. Azonban előnyben vannak a juhászkutya, kotorék, eb és terrier keverékek. A NAV a megfelelő egyedekért fizet a tulajdonosoknak.